Mastercard, Visa, American Express, illetve a PayPass. Pénzügyi alapismeretekkel kapcsolatos kérdésekre felelnek a Szexárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István szakképzőiskolájában tanuló diákok. Itt nem csak a tanórákon segítenek a pedagógusok abban, hogy a gyerekek minél könnyebben boldoguljanak a számok és a pénz világában. Az iskola ugyanis második alkalommal csatlakozott az Európa több mint 30 országában megtartott Pénzhét nevű eseménysorozathoz, aminek a hazai szakmai vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A program célja pedig, hogy felhívja a diákokat figyelmét a mindennapi pénzügyi tudatosságra. A mi iskolai képzési palettánkban is kiemelkedő szerepet kap a közgazdaság, a kereskedelem ágazat, valamint a vállalkozási, gazdálkodási és menedzsment szakirányok. Azok a tanulóink, akik ezekben ezeken a szakterületeken dolgoznak, ők a tanulmányaik során is kiemelten találkoznak a pénzügyi tudatosság kialakításával, fejlesztésével. Ha érted a pénzed, az érted dolgozik, nem ellened. Ez volt a Bezeréd iskola idei pénzheti mottója. Az egyhetes programsorozat ideje alatt a diákokat tanórákon és szünetekben is a pénzügyi ismereteket kreatív módon bővítő programok várták. Volt egy nagyon érdekes szimulációs játék, amely a legnagyobb népszerűségnek örvendett, ez a csúcsmeló elnevezésű program volt, ahol egy helyzetből indultak ki a tanulók, ami nem a legfényesebb és nem a legelőkelőbb helyzetet jelentette, kissé problémája lehetett a boldogulásban, az előrejutásban, és ezen a játékos programon végighaladva, különböző lépcsőfokokat megugorva, sok-sok tanulással, sok-sok munkával, mindig egy szinttel följebb kerülhettek, hogyha ügyesen tették és jól átgondoltan tették a dolgukat. Lehettek belőlük akár professzorok, akár gazdasági vezetők, és a legvégén, aki ügyes volt, és akinek volt megfelelő kitartása ebben a folyamatban, az feljutott a csúcsra, és bankigazgató is lehetett belőle. Emellett kifejezetten a diákok életkori sajátosságaihoz összeállított előadások is várták a gyerekeket a fizetési eszközök miben létéről és a pénz történetéről, de pénzügyi személyiségtesztet is kitölthettek. A folyosókon mindkét szinten laptopokat, tableteket helyeztünk el, amelyekre felkerültek azok a mobil alkalmazások, amelyek gyors, rövid, néhány perces időtartamban is kipróbálhatták magukat a tanulóink, lemérhették, hogy tulajdonképpen hol is állnak, lehet-e belőlük majd igazán jó gazdálkodó, fel tudnak-e készülni arra, ami majd a pénzvilágában számukra fontos lehet. Na, fiatalok, akkor mennyi időre van még szükségük egy félperc? A pénziránytű alapítvány által felkínált programokat is igénybe vettük, ott elsősorban kvíz feladatokat, kvízjátékokat, tesztfeladatokat oldottak meg játékos formában, és ott elsősorban ezekben a feladatokban a végén kiderült számukra, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, és esetleg mi a fejlesztendő területük. A Szexárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István szakképző iskolájában nem csak a pénzhét során fordítanak nagy figyelmet arra a pedagógusok, hogy minél inkább pénzügyileg tudatos diákokat neveljenek, akik a munkaerőpiac mellett a mindennapokban is megállják a helyüket. Ebben az évben három olyan pénzzel kapcsolatos versenyünk is volt, most azt említeném meg először, ahol elsősorban ez a terület emelkedett ki. A Magyar Államkincstár vezetésével, illetve irányításával is indult az ősz folyamán egy program, egy verseny, ahol a iskolánk csapata, aki képviselte iskolánkat, igen erős mezőnyben az igen előkelő negyedik helyezést érte el, egy ponttal lemaradva a dobogós helyezéstől. A pénziránytű alapítvány által is indult egy versenyprogram, abban is több csapatunk képviseltette magát. Iskolánkat egy csapat fogja majd képviselni, a regionális döntő előtt állunk ebben a programban, ez a Bankcode elnevezésű program, és volt egy harmadik, ami már így évről évre visszatérő program, ez a Kereskedelmi és Hitelbank által meghirdetett program, ez a Vigyázz kész pénz elnevezésű verseny, ahol az idejében különösen sok csapatunk jutott be a 9. évfolyamról és a 11. évfolyamról a második fordulóba is, maximális ponttal, vagy esetleg egy ponttal lemaradva a maximális ponttól,
ők most izgatottan várják, hogy a regionális döntőbe kik lesznek majd a meghívottak. Ebben az iskolában 5 éve hagyomány az is, hogy állásbörzét szerveznek az itt tanuló gyerekeknek, ahova rendszeresen 15-20 vállalkozás képviselői is eljönnek. Ezek a cégek, vállalkozások, boltok a kis standjaikon elhozzák, a standjaikra kiteszik és elhozzák magukkal azokat a szóróanyagokat, azokat a tájékoztatókat, amelyekkel segíthetik a diákok döntését, választását, hogy hova fognak majd jelentkezni, amikor menniük kell a nyári gyakorlatra, vagy az éves gyakorlatra. Nagyon sokat tud segíteni ez a személyes kapcsolat, amikor találkoznak és úgy tudnak beszélgetni a képviselő a tanulóval is, a tanuló a képviselővel is. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bonyhádi Percelmor szakképző iskolája is csatlakozott idén a pénzhéthez. Ők 6. alkalommal vettek részt a diákjaik tudatosságát elősegítő programban. Közgazdasági szakképző iskolaként indultunk annak idején, tehát nálunk az, hogy a pénzhét az egy meghatározó elem legyen, ez nem kérdés számunkra. 6 éve csatlakozunk, és minden évben az arra törekszünk, hogy élményszerű, interaktív feladatokkal a gyerekekhez a pénzügyi kultúrát közelebb hozzuk. Minél inkább fölkészítsük arra, hogyha felnőtté válnak és önálló életet kezdenek, akkor erről minél ügyesebben megállják az életben a helyüket. Ennek érdekében egy héten keresztül kifejezetten a biztosításokra koncentráltak Bonyhádon. Interaktív feladatokkal oldottuk meg osztályfőnöki óra keretében, de elmondhatom, hogy ezek az anyagokat, amiket itt mi a pénzügyi témahetek során megkapunk, ezeket beépítjük az éves oktatásba is. Ebben az iskolában minden évben más és más pénzügyi szakmaköré szervezik az egy héten át tartó programokat. A családi költségvetésről tanítjuk a gyerekeket, hogyan kell pénzt kezelni, nagyon fontosnak találjuk azt, hogy tanulják meg, hogy hogyan kell egy online banki ügyletet intézni, hogyan lehet hitelt igényelni, hogyan lehet befektetésekről mit érdemes tudni, azt is, hogy milyen digitális biztonságról beszélhetünk, ez már hozzá kapcsolódik. Tehát nagyon közelítünk ahhoz, hogy a mindennapi életekben hasznos és gyakorlati és tanácsokat kapjanak. Ennek a feldolgozása, ez játékos feladatokban történik, inkább élményszerű módszerekre törekszünk, azáltal is, hogy a gyerekek ne azt érezzék, hogy elméletileg valamit leadunk, hanem tényleg az legyen, amit mondjuk, hogy egy valós világba bekerülnek, és valamit szeretnének elintézni, hogy ezt hogy tudják gyorsan és ügyesen. Ezt szerencsésen mondhatjuk magunkat, hiszen egyrészt az ágazatunk, a fő prioritásunk a pénzügyi számvitelügyi intéző, de igyekszünk minden képzési formába belerejteni, hiszen a gazdálkodás és a pénzügyi alapismeretek az nélkülözhetetlen a mindennapok során. A Bonyhádi Percelmor szakképző iskola diákja is egész évben remekelnek a pénzügyi ismereteket igénylő versenyeken, és mivel az iskola fő profilja a pénzügyi számviteli ügyintézőképzés, ezért az ilyen megméretetések különösen fontosak abban a szempontból, hogy valóban jó szakemberekké váljanak. Számtalan versenyen indulunk, és a gyerekeinket benevezzük épp azért, hogy lássák, hogy milyen területeken lehet ezeket alkalmazni. 5 versenyen voltunk az utóbbi időszakban, és mindéken nagyon jó eredményeket értünk el, és mind az ilyen témákban volt, hogy vigyázpénz, vagy zseppénztár, vagy pedig marketing területen. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon széles spektrumban kamatoztató ismereteket tudunk átadni a tanórák keretében. A gyerekekben fölébred az iránt az igény, hogy fölmérjék, hogy mi van a saját családjukban. Tehát például nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy igazából arról, hogy családi gazdálkodás, vagy arról, hogy pénzkezelés, tudatosan nem terveznek a családot. Mi már próbáljuk a mi gyerekeinknek ennek a fontosságát közvetíteni. Nagyon sokszor halljuk a gyerekeknél, hogy erről nem hallottak, és mivel ők ugye egyre inkább kikerülnek a duális szakképzésbe a munka világába, ahol tanulószerződés, munkaszerződés van, ahol szükség van mondjuk egy bankszámlaszámra, egy banki ügyintézésre, épp ezért nekik ez nagyon hamar belép a világukba, amelyre azt gondolom, ők nagyon nyitottak is, például az online ügyintézés, az manapság szerintem nekik már egy természetes folyamat. Nem úgy, mint egy idősebb generációnak, akinek lehet, hogy a személyes kapcsolati ügyintézés az sokkal fontosabb. Ez a generáció már a digitális ügyintézésre nagyon nyitott. A pénzügyekkel kapcsolatos tudatos gondolkodást tehát igenis lehet és érdemes már diákkorban kialakítani, ebben pedig a Szekszárdi Szakképzési Centrum iskolái élen járnak.